Sziasztok! Itt a második rész, asszony vallat. Kérdezek csak! Asszony kérdez, második rész következik. Jó, kezdjük. Kérdezz, persze. Nem fogsz libegni a székemre, ha a libegsz, le foglak kötözni, és úgy fogsz ott ülni a YouTube-on, hogy le vagy kötözve. Aztán, hogy jönnek az emberi ember, micsodák, mindegy. Na, azt mondja, hogy... Jó. Sós vagy édes? Sós. Aztán édes? Nem. Sós? Sós. Sós mi? Bármi. Bármi, sós. Jó. Kedvenc zenéid, a zenei stílusod, miket szeretsz? Ó, ez nagyon nehéz kérdés. Hát akkor kezdjünk neki. Kezdjünk neki, hangulatfüggő. Nálam. Tehát én nem tudok kiemelni egyetlen egy együttest, vagy szólóénekest, vagy bármit, amit, vagy stílust, amit szeretek. Ő hangulatfüggő nálam. Tehát szeretem a metal zenét, szeretem a akármit, rappet. Megmondom, néha komoly zenét is szoktam hallgatni az autóban, rádióban, Bartók rádió. Akkor én nem vagyok ott, csak nem, vannak nagyon jó számok. Leállam, a ketten szeretitek, igen. Meg például Wagnert, azt szeretem. Vannak nagyon jó művei. Aztán, tehát mindenevő vagyok effektíve, nagyon, tehát teljesen hangulatfüggő, hogy mit kedvelek. Hát a Rammsteint, vagy hogy kell kimondani? Igen, hát az egyik favoritjaim azért vannak. Például nagyon szeretem a Rammsteint, német rock együttes, hát inkább már ilyen új hullámos rock, nem az a klasszikus. A cigányzenét is szeretem. Tehát mind. De abból sem mindegyiket. Nem, meg ahhoz is hangulat kell. Ja. Csak az igényesebb. Igényesebb cigányzenét, persze. Mint tehát nem ezt a mulatos ízét, hanem a hát andodrom meg a hasonszőrű termipe, ilyenek. Az esküvőnkön mi szóltál, emlékszel? Lenny Kravitz. Igen. Az volt a bevonuló zene. Igen. Nem, a bevonuló zenünk az a szertartás alatt szólt, a Lenny Kravitz, a... Nézd le rám, úristenem, nem tudom. Valami ilyesmi. Na, de már is emlékszek rá, régen volt. Na mindegy, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, az nagyon, van egy nagyon szép szám, azt nagyon szeretjük mind a ketten. Igen. Ja. Oké, akkor mert a következő, vagy még valamit szeretnél mondani, mert beléd folytottam a szót. Mehet. Következő. Igen. Lekötözlek, mondom, hogy a szintén. Jó, van ez nekem ilyen önkéntelenül jön az. Jó. Modern ház. Vidéki stílusú ház. Igen. Vagy modern ház, vagy vidéki stílusú ház. Vidéki stílusú ház. Mármint? Hagyományos építőanyagokból, de modern kivitelezéssel. Wow, ez fogyasztó. Na, elmondom, mire gondolok. Például én rettenetesen tök jó lenne például egy szalmabála házat építeni, vagy vályogházat építeni, de minden olyan kényelmi dologgal, ami egy modern családi házban megvan. Tehát gondolok itt a központi fűtésre, vagy a hőszivattyús fűtésre, klíma, tehát jó, szuper burkolatokkal. Tehát, hogy minden meglegyen benne, ami a 21. században elvárható egy családi háztól, viszont nem ragaszkodom ehhez se a téglához, se a könnyűszerek, hanem valami hagyományosra szívesen visszatérnék. Most nem tudom, Faszebókon például benn vagyok egy olyan csoportban, hogy vályogházak csoport, és azt szoktam olvasgatni. Hát ugye ők az ilyen 100 éveseket újítgatják föl, az annyira nem vonz, mert rettenetes munka van vele, az biztos. Viszont új kivitelezésben én teljesen el tudnék fogadni egy ilyen családi házat például. Tornácos, mint az a régi az. Ja, tehát kívülről úgy néz neki, mintha mit tudom én, mikori lenne, viszont új. Na, tehát ez a lényege. Uh-huh. Ja, és meglegyen normálisan az alap, stb. Ne vizesekben ilyesmi, ami a régieknél ugye 90%-nál előfordul. Uh-huh. Ja. És Sónélnél most már ennek tudatában, hogy leköltöztünk ideiglenesen vidékre, hogy megnézzük, hogy vidékiek vagyunk-e, vagy nem. Vidéken élnék szívesen, viszont egy elérhető távolságú nagyváros közelébe, és természetesen csak hosszas
környezettanulmány után költöznék vidékre, hogy ne érjenek olyan meglepetések, ami például itt is előfordul. Például? Hát gondolok itt a napi kétszeri lovarda, meg tehenészet szellőztetésre. Jó, persze, falun van az ember, meg, de ez már tömény is durva. Tehát iszonyat. Meg itt van ez az ordinári nagy ipari park Győrtől nem messze. Ha onnan fúj a szél, hát az se kellemes. Pedig aztán ipari park, nem értem, hogy miért jönnek olyan szagok onnan, nem kellemes. Én nem is neveztem Győrt például szagok városának, a folyók városa, vagy a találkozások városa, vagy minek hívják most. Úgyhogy most szagok városa lett nálam. Mindenhol van valami, tehát ahhoz képest, ami gyerekkoromban volt Győr, ahhoz képest rettenetesen megváltozott, és nem pozitív irányba. Pedig bármennyire is úgy hirdetik, élhetőség szempontjából szerintem negatív irányba változott. Úgyhogy mindenképpen vidékre szavazok. Némi tájékozódás után természetesen. Vízpark vagy hegy? Hegy és erdő. Uh-huh. Az se baj, ha van egy kis patak a kert végében. Igen, nem tudom, nekem ez ilyen... Fogja az ember, azt elsétál a kert végében, és ott egy kis patak, tök jó, leüldögél ott tök a szélben. Tök jó, szúnyogokkal. Patakban nincsen szúnyog. Ja, az folyóvíz, az folyik. De körülötte van. Hát, hogyha megáll mellette a víz, akkor ott igen, ott el szoktak szaporodni, de a hideg patakban nem hiszem, hogy olyan sok szúnyog lenne. És akkor nekem ott kéne mosnom? Igen. Tudod, ilyen izén, mi az? Dörzsölő. Deszkán. Jó, mehet? Mehet, persze. Hogy állsz a romantikával? Romantikával? Én romantikus lélek vagyok. Ezt nem kell bevallanom, mert ez a helyzet. Hát ennyi. Tehát én ilyen romantikus, szentimentális beállítottságú vagyok. Ezt beismerem férfiasan. Ennyi. Jó. Oké. Okay. Hideg vagy meleg? Meleg. 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 De nem az ordinári meleg, hanem a kellemesen meleg. Ezért nem akarsz velem jönni Alaszkába? Hát igen. Mert hideg van. Jó. Zuhany vagy kád? Zuhany. Kád ritkán, inkább zuhany. Jó. Hol élnél szívesen külföldön? Külföldön. Vagy hol próbálnál megélni külföldön? Hát ahol hegy van. És viszonylag jó idő. Oké, hát hegy van. Köszönöm szépen. Európa, mit tudom én, Ázsia, akármi. Tehát valami elképzelésed van? Ja. Vagy van. Gondolatod volt már? De Európa, mondjuk Svájc. Ez drága? Drága, igen. Mennék arra északabbra is, csak... Nem, hogy nyáron el lehet menni nyaralni. Úgyhogy talán ilyen északi országok is szóba jöhetnek. Mondjuk svéd, finn, norvég, Skócia. Azt hiszem, hogy így. Tehát mindenképp valami hegyes részre. Uh-huh. Szerintem. Magyarországon melyik a kedvenc megyéd? Kedvenc megyém? Uh-huh. A természeti adottságai miatt rettetesen el vagyok ájúva Heves megyétől. Én is. És hát mondhatom, hogy az kedvencem. Ja, meg... Hát még ilyen régiót tudnék inkább mondani, mint megyét. Mondj. Például Balatonfelvidék, ahol életemben kétszer jártam, de nagyon szép. De nyilván a Balatonon voltunk sokszor, most nem arról beszélek, hanem a Balaton fölötti hegyes, dombos, kis falvas rész, amit Balatonfelvidéknek neveznek, az nagyon szép. Uh-huh. Jó. Ha lenne egy kívánságot, ami teljesülne, mi lenne az? Egy. Nincs több. Hát ez nagyon nehéz. Egészség. Ó, te. Tényleg? Aha. Értem. Miért? Hát én azt kívánom, hogy minden kívánságom teljesül. Ja. Jól mondtad. Egészséged legyen. És mit szóltál ahhoz, amikor megtudtad, hogy kislány lesz? Hát én nagyon örültem. Emlékszem, voltunk ilyen 4D-s ultrahangon, és amikor kiderült a neme, én így, yeah!
ilyet csináltam. Bekiabáltam. Bekiabáltam, ugye? Igen. Nagyon örültem. Igen. És lesz kedved majd esetleg egyszer egy videóban elmesélni a szülés történetet? Persze. A apa szemmel gondoltam. Persze, természetesen. Igen. Ben voltam a szülésen végig. Én vágtam el a köldökzsinót, de nagyon szívesen elmesélem, hogy milyen érzés és mit vált ki a férfiből. Igen. Következő kérdés. Milyen stílusú, vagy milyen féle témájú YouTube videókat szeretsz nézni? Szeretem az autós videókat. Hát végül is minden olyat, ami ilyen férfiasabb témakörről szól. Házfelújítás, házépítés, autós dolgok. Meg azért elnézegetem az ilyen napi vlogokat is például. Igen, szoktuk nézni a Gergőt is együtt, igaz? Igen. Csak keveset csinál, az a baj, teleredelít hofival, aztán meg ilyenekkel, és akkor sokkal érdekesebb az, amikor ő gondolkozik valamiről, igen, és elmondja a véleményét. Igen. Ja. Aztán még ilyen teszteket szoktam nézni általában. Valamit így olvasok a neten, és akkor gyorsan rákeresek a YouTube-on, hogy van-e hozzá valami videó, de azokat szoktam még megnézni. Melyik a kedvenc ünneped? Kedvenc ünnepem? Hova? A karácsony. Miért? Hát mert szép. Nem, nagyon szeretek adni, és hát nagyon szeretek adni, és ez nekem rettenetesen nagy örömet okoz, amikor látom, hogy a megajándékozott mennyire örül a ajándéknak. És ez nagyon fel tudja tölteni az embert, legalábbis engem nagyon. Uh-huh. És ennek nagyon, és ezért nagyon szeretem a karácsonyt. Uh-huh. És melyiket nem szereted annyira? Melyik ünnepet? Van olyan? Van olyan közömbösebb, jobban? Nem is tudom. Nincs. Karácsonyt szeretem, a többivel meg úgy el vagyok. Meg szeretem a szülinapokat, amikor lehet adni. Adni? Adni. Az jó. Milyen sportokat kedvelsz? Lazán fekszik, nem mozog. Technikai sportokat. Autóverseny. És még mit szeretek? Szeretem az ilyen extrém sportokat is nézni. Mit tudom én, downhill bicikli, meg extrém síelés, meg ilyeneket. Uh-huh. Ja. Kézilabdát. Igen. Ezt megszerettem nagyon. Azt is szoktam nézni. Amikor így lapozgatok a tévén, aztán megáll valamelyik sportcsatornán, és pont kézilabdán, akkor biztos, hogy ott maradok. Meg meccsre jársz. Ja, meg kézi meccsre járunk, ugye? Uh-huh. Jó. Ha most azt mondanák neked, bármelyik autót megveheted a világon, melyik lenne igen. az? Vagy melyek lennének azok? Mondjuk vehetsz kettőt. Kettőt? Uh-huh. Az egyik egy Bentley lenne, a másik pedig egy G-s AMG Mercedes a terepjáró. És milyen tényleg lennének? A Bentley az szép fekete lenne, fényes fekete, a G-s Mercedes pedig matt szürke. Matt? Aha, fegyver szürke, matt. Matt? Igen. Széle? Aha, nagyon jól néz ki. Igen? Aha. Oké. Okay. Gunmetal. Az a neve neki? Ja, csak a metál szín ugye nem, de a fegyver fémnek a színét próbálják azon az autón visszahozni, és az gyönyör. Nekem nagyon tetszik. Uh-huh. Ja. Jó, következő kérdés. Szeretnél még macskát? Nyilvánvalóan szeretnék még macskát, de... Sajátba? Persze. Most már igen többet nem, tehát így van. Uh-huh. Rettenetesen mókások, és rájuk néz az ember is egyből jobb kedve lesz, ha esetleg valami lehúzza a napját, vagy mit tudom én, nem? Én legalábbis úgy érzem, igen. Hogy... Tehát mindig fel tudnák dobni az ember napját a kis hülyeségeikkel, meg reggel is, ahogy nem kell ébresztő óra jóformán, mert valamelyik mindig jön és dobolva ébreszti az embert, és időbe, tehát nem az, hogy később, hanem... Idő előtt! Idő előtt, nem sokkal, pár perc. Például a Lexi 3-6-kor
mászott végig rajtam, nekem meg 6 óra 15-re volt beállítva az ébresztőm. Ja. Rajtam darondol, és hány macskát szeretnél majd? Hát, tudom. Ki tudja? Ki tudja, hát majd... És ragaszkodsz ehhez a fajtához, vagy jöhetnek másféle macskák is? Te gondolatod érdekel, nem az enyém. Hát én ezt a fajtát nagyon megkedveltem itt Jacken, Jackből adódóan, csak azt nem tudom, hogy van-e még egy ilyen skót lógófülű, mint a Jack. Biztos van valahol, de például a Lexi az teljesen más, mint a Jack, pedig ő is skót lógófülű, viszont Jacknek a természete nagyon-nagyon jó természetű macska. Tehát tényleg úgy viselkedik, mint egy kisgyerek mondjuk, aki néha egy kicsit rossz, de viszont rászólsz és tudja, hogy hol a helye, és nem kell külön még fegyelmezni, meg intelligens, okos. Nagyon. Soha nem kell, nagyon. Ha kér, akkor lefekszik a hátára. Tehát nem nyávog, meg nem nyávog. Nem csinál hisztériát. Meg ugye én szoktam vele régebben ilyen, hát meg most is néha ilyen prédásot játszani, amikor harcolunk. Na most a kezemre természetesen arra támad. Egyszer nem karmolt meg szándékosan. Tehát soha nem volt az, hogy ő ráugrik a kezemre a karmaival és széttépi róla a bőrt. Egyszer nem karmolt meg szándékosan. Viszont, ami volt nekünk ugye házi macska otthon, annó, vele is játszottam ilyen gyerekkoromban, az mint az őrült. Tehát az rá a kezemre, az rúgott, csípett, harapott, minden, vérzett a kezem egyfolytában, amikor vele játszottam, és végig voltam így karmolászva, úgy mentem mindig iskolába, hogy tisztasebb volt a kezem. Hát Jacknek is végig voltál karmolászva, de ő minden karmolás után, tehát ő nem vadul, ő csak prédából úgy oda. Ja. Mit csinált? Megnyalt a kezem. Minden sebet megnyalt utána. Azonnal. Azonnal. Hát most meg már vágva van a körbe, úgyhogy... Ja, de az nem szándékos volt, ez igaz. Van. Tehát sose volt olyan brutális, hogy annyira komolyan vegye, hogy elszfájjon az agya, hanem tényleg játék. Játéknak fogta fel. Uh-huh. Ja. Lexi az más, az olyan, mint mókus. Ja, Lexi az hiperaktív. Az mondhatjuk azt, hogy hiperaktív. Tehát ami néha futkározás, meg rohangálás rájön, az valami eszméletlen, és akkor föl alá itt a lakásba, vagy házba, és közben makog. Tényleg egy mókus olyan. Mókuska. Ja, vastagabb lenne a farka, akkor úgy is néz neki. Igen. Szürke-fehér mókus. Csak lefele áll a füle. Ja, annyi a különbség. Jól van. Akkor következő kérdés. Mi a kedvenc állatod a macskán kívül? Van-e valami olyan A bagoly. Melyik bagoly? A bagoly, a füles bagoly. Az, amelyik itt volt a fűbe, a kisbaba, erdei füles bagoly? Erdei füles bagoly, ja. Kibaba. De végülis mindegyik bagoly. Tehát én nem tudom, valamiért nagyon szeretem a bagolyokat. Aranyosok. Ja. Igen. Mondjad, nem kapcsolódik. Nem, csak szintén kapcsolódik hozzá a gyerekkori kalandom. Mesélj el. Jó, ugye panellakásban laktunk, lakótelepnek a közepén. Aztán mögöttünk volt egy ilyen kis fás rész, meg játszótér, meg stb. Aztán beallattam le egyszer a játszótérre, ilyen szervizút volt a házunk mögött, vagy van, és ott sétáltam éppen, és kilógott egy ilyen fának az ága, és felnőtt rajta egy bagoly. És így felnéztem rá, visszanézett, és ahogy elmentem alatta, végig fordította a fejét, és engem bámult. De teljesen hátra tekerte a fejét. Néztem, mondom, a Jézusom. Nagyon helyes volt. Igen? Ja, és én kíváncsi, hogy... Meg én is ugye néztem föl rá, hogy ott egy bagoly, mert ritkán lát az ember ilyet panelban, vagy legalábbis régebben ritkán látott az ember ilyet városban. Aztán, de ő is úgy látszik, hogy nagyon megnézett magának, mert még mondom, utána fordította a fejét is. Csak ez egy ilyen, ez így megmaradt bennem. Uh-huh. Ilyen gyerekkori emlék. Oké, akkor elköszönök, sziasztok! Ezeket a kérdéseket Bettitől is vissza fogom kérdezni. Nem, ez de. Összeállítva! Nem, oda-vissza. Jó, majd oda-vissza valamikor. Működik, de valamikor megcsináljuk ezt a videót. Még adósak vagyunk a kérdez felelek videóval, és még össze se tudtunk ülni ketten. Ja. De majd az is meg lesz. Jó, hát majd visszaválasztolom. Igen. Csak nem fogom meglepetés elejét adni. Nem baj, majd lehet, majd gondolkodom még egy-két kérdésen, és belecsempészek egy-két olyat, ami... Jó van. Jó? Na, sziasztok!